Én azonban abban bízom és abban reménykedem, hogy a gondolkodó emberek még mindig többen vannak azok, akik körülnéznek a környezetükben, és nem annak hisznek, amit a közszolgálat tévéből és rádióból mondanak nekik, hanem amit közvetlenül tapasztalnak a saját életükben, a környezetükben. Hogyha volt a környezetükben olyan család, amelyiknek a gyereke már régen nyugaton van, ha volt olyan család, amelyik több százezer forint tandíjat fizet, ha volt olyan család, amelynek a tagjai elveszítették a munkájukat, akkor ők nem hiszem, hogy azt mondják, hogy ezek maradjanak. És én azt gondolom, hogy ezek a gondolkodó emberek vannak többen, többen kell, hogy legyenek, és én megelégszem a gondolkodó emberek szavazatával. És ha gondolkodó emberek összefognak, akkor le fogjuk őket váltani, és el fogjuk őket zavarni április 6-án.